Váci Gergő a világ legnagyobb cirkuszi showjának, a Cirque du Soleil kulisszái mögé nézhetett be, sőt egy mutatványt is kipróbálhatott. A cirkuszi élményeiről és az extrém showkról Váci Gergővel és Márkus Évával, a Live Nation marketing igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt, sziasztok! Pont most te! Az én voltam. Várjál már, ez mi volt? Orosz hinta. Figyelj. Mi az az orosz hinta, várjatok amit már. Láttál. Tehát ez, amikor nem egy nem néztem, ilyen... Nem néztem, hát titeket néztem. Ez az? Igen, tehát egy ilyen hatalmas hintával. Ez ugye, át tud pördülni egyébként? Elvileg át tud pördülni, igen, de... És ennyi? Mert a többi az a magellánban volt, amikor szaltot is betettem. Azt hittem, hogy ez a mutatványod, de arra, hogy most tényleg... Tudod, amúgy Évával beszélgettünk. Ezért arról hívtunk téged be ma reggel, hogy ezt így megmutatsz. Nagyon szuper. Reszektél és féltél, és hónapig készültél, ki merjél ugrani belőle. Tudod, hogy mi a durva, hogy pont erről beszélgettünk Évával. Az nem azért volt, jó? Az csak azért volt, hogyha esetleg mondjuk mellé ugrani. Igen, Geri, de mennyit készültél erre a mutatványra? Tehát arról beszélj nekünk, tehát hogy mennyi munka van ebben, hogy onnan úgy akkor elmondom azt, amit el ahogy kell mondani. Repültél. Nézd meg, ahogy repülsz. Egy. Hát jó, egy jó másfél amúgy másodperc. Volt több ugrás is benne. Tényleg most ezt fogjuk ismételgetni? Nem. Elmondom gyorsan, jó? Azt mondd, hogy mi a kapcsolat a Cirque du Soleil-jel, tehát hogy mikor találkoztál először, és miért olyan fontos neked ez a kapcsolat? Na, hát akkor 5 vagy 6 éve, nem tudom, talán akkor volt az első ilyen kis utunk. Mindig forgatás kapcsán és Éváik megkerestek, hogy az éppen akkor aktuális műsoromban, ami egyébként pont a Magellán volt akkor is, hogy lenne lehetőség a Cirque du Soleil-jel forgatni, és már 5 vagy 6 előadás kulisszái mögé pillanthattam be, és legutóbb Dublinban voltunk, amikor is a Várekály című produkciónak a kulisszái mögé pillanthattunk, és hát elképesztő látványos. Tehát én mondom, már 5 vagy 6 alkalommal voltam, és így mindig rá eszmélek, és rá döbbenek, vagy megdöbbenek azon, hogy mennyire vérprofi ez az egész munka, ami a kulisszák mögött is zajlik. Tehát, hogy ott külön mosógépeket visznek, éttermi személyzet van, nagyon komoly ez most komolyan, kicsit butácska kérdés, de egyen ez cirkusz, ez nem show inkább? Cirkusz. Hát a cirkusz a mi fejünkben valami egészen más. Jönnek az elefántok, meg a bohócok, itt meg valami egész mást látunk. Cirque du Soleil ez abszolút megreformálta a cirkusz művészetet, konkrétan cirkusz művészetté emelte valóban. Ők kezdték el ezt a gyakorlatilag színházi jellegű előadást ötvözni az akrobatikával, tehát komplett sztori van elejétől a végéig, minden egyes kis előadás vagy mutatvány, az a történet része, és ugyanakkor meg annyira látványos az akrobatikai rész, hogy valóban a világ legjobb akrobatái gyűjtik össze minden egyes showhoz, és olyan dolgokat csinálnak minden áldott nap ezek az akrobaták, hogy hát a határaikat feszegetik vele, és eléggé veszélyes a legtöbb mutatvány. És hát ahogy látszik, amúgy ez cirkusz, tehát hogy ezek klasszikus cirkuszi mutatványok és produkciók, bár azt is tudni kell, hogy a Cirque du Soleil-ban, mondjuk itt pont a Várekálynál, azt hiszem kb. 50 artista van, nagy részük nem is cirkuszi háttérrel érkezik, tehát nagyon sokan sportolói múlttal rendelkeznek, tornászok, táncosok. Hány főről beszélünk egyébként? Nagyjából az összes előadásnál így van, de ahogy a Várekálynál is, hogy körülbelül 48-50 artista, és pont ugyanennyi kiszolgáló személyzet, tehát akik a jelmezekkel, kosztümökkel, étkezéssel, masszőrök, edzők, egyebek, akik utaznak, tehát körülbelül 100 fős társulat utazik minden alkalommal. Azért ez nagyon komoly stáb. És most ezzel a produkcióval hány országot látogatnak végig? 2014-ben volt az Arena premier, úgyhogy ez egy viszonylag friss show, látszik is rajta, tehát mind színpadtechnikában, mind egyéb látványokban ez egy új előadásuk. Úgy szoktak turnézni, hogy 10 hétig turnéznak, minden héten másik országban, és utána 2 hét szünet, mi körülbelül a 30. ország vagyunk most. Mondjuk 10 hetet vannak, vagy 10 hetet turnéznak, és akkor utána nem tudom, két-három hét pihi, akkor általában mindenki hazautazik, meglátogatja a családot, és meg regenerálódik. És akkor ebben vagy te a nyitóprodukció, ugye? Ebben vagyok a nyitóprodukció, és akkor egy keretes szerkezetbe foglaljuk a beszélgetést, nagyon sokat készültem az orosz. Na ez így. Amúgy sokkal félelmetesebb, mint ami ennek látszik, tehát tényleg ott az. Köszönjük, megnézzük. Jó, lekevertek gyorsan, most akartam belemenni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.